Nemzetközi befektetőknek mutathatták be projektjeiket Tel Avivban a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány és Magyarország Tel Avivi Nagykövetségi által meghirdetett 3. B-Smart Startup verseny nyertesei. A díjakat dr. Bagdi Gábor Budapest főpolgármester helyettese adta át március 10-én a Közalapítvány székházában. Örömmel láttam azt, hogy a tavaly ősszel lévő eredményhirdetés után kaptam olyan beszámolókat, amelyiknek az volt a végkicsengése, hogy a tavalyi győztesek, amikor kimentek a Tel Avivi konferenciára, akkor nagyon sikeres bemutatókat tartottak, sikeres egyeztetésük voltak. Azt gondolom, hogy ez a kapcsolatépítés egy rendkívül fontos dolog, és erősen bízom abban, hogy az idei nyertesek a mostani, talán kicsit különleges konferencián, ami a jövő héten lesz, legalább ilyen eredményesen fognak szerepelni, és olyan kapcsolatokat fognak kiépíteni, ami a jövőjüket akár meg is alapozhatja. Szalai Piroska, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány kuratóriumi elnöke bemutatta a BVK tevékenységét. Csak a elmúlt 2 évben, amiről beszéltem, a BVK közel 100 rendezvényt tartott. Ezen 7000-en vettek részt. Meghívott előadónként több ezer fős rendezvényeken szerepeltünk, személyes tanácsadást itt a BVK székhelyén 360 esetben tartottunk, de a különböző rendezvényeken, akár külföldön is, felvidéken, illetve fesztiválok keretében több mint 2000 ilyet tartottunk. Az eddigi üzleti versenyeinken összesen 71 fiatal vállalkozó, illetve startup cég indult. Ázbej Trisztán, Magyarország Tel Avivi Nagykövetségének tudományos és technológia attaséja szerint a versenyen elindult startup vállalkozások kivétel nélkül olyan minőséget képviseltek, ami növeli Magyarország hírnevét. Alapvetően az egyik legfontosabb érv a magyar-izraeli kapcsolatok, innovációs kapcsolatok fejlesztése mellett az az elgondolás, hogy nagyon képletesen szólva, hogyha a magyar kreatív tehetséget és az izraeli üzletfejlesztési képességet egy varázskondérba összekeverjük, akkor egy olyan robbanó elegyet alkothatunk, amely képes arra, hogy berobbanjon a globális piacokra. Lilian Szefrenség, a Tel Avivi tech cégek képviselője jó tanácsokkal látta el a verseny győzteseit. I've spent 20 years representing high-tech companies, and I can tell you it's not only about the idea, it's not only about the technology. There has to be a market need. The first thing that the company needs to discuss is the market need and how they manage to fill that market need. A verseny győztese a Granted by Me, mely újra definiálja a tradicionális online bejelentkezést. Egy mobil alkalmazással, valamint egy mögötte lévő szolgáltatással leváltja a felhasználó névjelszó párost úgy, hogy közben egyszerűbbé és sokkal biztonságosabbá teszi az azonosítás folyamatát. A második helyezett a Liberate Technology, mely külön töltést nem igénylő technológiák fejlesztésével foglalkozik. Létrehoztak egy divatos high-tech karkötőt, mely az okostelefonból kinyert energiával működik. Nincs rajta gomb és kábellel sem kell csatlakoztatni. A harmadik helyezést elnyerő CoinPay megalakította Közép-Európa legdinamikusabban fejlődő bitcoin fizetési rendszerét. Az elfogadó helyi válláshoz a leendő partnereknek semmiféle beruházásra nincs szüksége, nincs havi és csatlakozási díj, csak és kizárólag a vásárlások utáni jutalék. A zsűri társadalmi innovációért külön díjban részesítette a Magic Me csapatát. Az első 3 helyezett képviselői március 13-a és 17-e között nemzetközi befektetők előtt mutathatják be projektjeiket Tel Avivban. A nyerte startupok részt vehettek a Magyarország-Izrael nagykövetsége által szervezett B2B befektetői és üzleti találkozókon, valamint az Access Tel Aviv 2016-os rendezvényén.